Lückös István vagyok, a DXN európai piacának az egyik elindítója. Magyarországon élek a fantasztikus családommal együtt, akik nélkül ez a sikersztori nem jöhetett volna létre. Gyere és ismerd meg a történetünket! Egy idézet jut eszembe, ami úgy szól, hogy egy sikeres üzletmenet kapcsán mindig gondolj arra, hogy valaki az elején lépett egy merészet. 2009-ben az elnök úr nagyon nagy bizalmat szavazott nekünk azzal, hogy úgymond ránk bízta az európai piacnak az elindítását. Azoknak, akik hittek bennünk, azoknak az álmait valóra kellett váltanunk a sajátunk álmainak a valóra váltásán keresztül. Wake up with the sun spirits are to shine on the streets of. Az ötleti részében anya szerintem a támogató ember, és ez nekem nagyon tetszik, hogy ők így összetartanak. Folyamatosan a gázt akarja nyomni, én meg azért néha betékezem őt. Az én feladatom az, hogy a gyorsítósávból kiállítsam egy kicsit, biztosítsam neki ezt a nyugalmat, amire újra szüksége van, hogy feltöltődjön. Sajnos el kellett telni 30 évnek, munkával telt 30 évnek, hogy találkoztassam a DXN-nel, amire gyakorlatilag az első pillanatban azt mondtam, hogy igen, ez az. Azután, amiután ugye neki volt egy úgymond üzleti kudarca, belemert vágni ebbe az üzletbe, mert azt merte tenni, amit a szíve diktált. Nagyon-nagyon büszke vagyok az édesapámra. Mindamellett, hogy ők nagyon sikeresek a munkájukban az üzletben, példaértékű szülők is. Aki már az nyár, szokták mondani. Hála Istennek kimondhatjuk, hogy bejött neki az üzlet. Hát István a hagyományos vállalkozói szférából kilépve a világ egyik legnagyobb MLM cégének a vezetőjével tudott válni. Örökké azon törje a fejét, hogy hogyan tud másokat kicsit megvidámítani, hogyan tud földobni. Olyan ember, akitől én rengeteget tanultam, és akitől rengeteget tanulok, és aki nagyon sokat segített abban, hogy ma már másképpen állok hozzá a holnaphoz. Annak idején, amikor elkezdtük az üzletet Budapesten, egy 40 négyzetméteres bérelt irodában kezdtünk el dolgozni, amit nagyon hamar kinőttünk ugye a forgalom növekedésével, és most már egy 250 négyzetméteres saját tulajdon üzletben dolgozunk a Rákóczi úton. Nagyon tetszik az Istvánba és az Andreába az, hogy abszolút partnerként kezelnek. A legjobb barátaink kerültek ki a munkatársaink közül. Az egyetlen ember, akivel életem során összekevertem a barátságot és az üzletet. István nagyon jól ráérzett arra, hogy hogyan kell egy csapatot összetartani. Andreáról és Istvánról nekem három dolog jut eszembe. Egyik a támogatás, második a törődés, a harmadik pedig az összetartás. Nagyon fontos az, hogy mi nem csak a munkánk kapcsán találkozunk egymással, hanem ilyenkor, amikor szabadidőnk van, akkor is. És most például majd hétköznap van, és megtehetjük azt, hogy itt vagyunk, és grillezünk, és ölelőzzük magunkat. Nem csak DXN vezetőként, hanem férjként is, apaként is óriási példa ő mindenki számára.
mutatjuk, hogy a mi vállalkozásunk ez egy családi vállalkozás. Elkezdtem dolgozni a DX-nél, mint irodavezető, és a mai napig ott koordinálom az irodai folyamatokat, mind a magyarországi, mind pedig a romániai munkát. Andrea, ő tanácsadó nálunk a cégnél, hiszen kozmetikus és a kozmetikai termékeknek a tesztelése az az ő feladata. Bence fiam, ő gyakorlatilag mindenben segít, minden másban. A kisebbik lányom, Panna, a kapcsolatot segíti tartani az anyacég között, hiszen nagyon jól beszél angolul, és ez nekem egy nagyon nagy segítség. Azt látom, hogy édesapám nagyon élvezi mind az üzletet, mind az életet. He loves life, he loves laughter, he loves family. And this is what DXN is all about. He, his wife, all of them had been so much involved in this business that it is unbelievable. Stephen is very good in building a relationship with the downlines. He's a very good leader. He's very easygoing with anyone. Ha probléma adódik, akkor azt azonnal meg tudja oldani. A mi találkozásunk Lászlóval egy nagyon szerencsés találkozás volt, hiszen itt találkozott a hálózatépítés az üzletember. Feltétlen bizalom alakult ki. Tehát azt gondolom, hogy talán egyedülálló dolog az, hogy 6 éve talán vitánk sem volt a Lacival. Az európai piac elindításához nélkülözhetetlen volt Istvánnak a bizalma, kockázatvállaló képessége, kitartása és víziója. Minden embert megmozgat egy kicsit az utazás. Sorban minden évben a DXN elvisz bennünket valahova. Az utazásokból is nagyon a felső kategóriákat tudjuk megkapni a cégnél. És még vár ránk egy földközi-tengeri hajóút, egy madridi ország megnyitás és egy dubai szilveszter. DXN nekem egy olyan szabadságot adott, hogy nagyon sok helyre elmertem. De azt hiszem, hogy a világ egyik legszebb helye, és nekem a legszebb helye az Budapest. Nagyatádon vagyunk, egy magyarországi kisvárosban, ahonnan a mi DXN üzletünk elindult. Ebből is látszik, hogy nem az múlik a sikered, hogy hol élsz, és hogy honnan indulsz el. Szeretném, ha mindenki azt érezné a cégben, amit én anyaként, feleségként érzek a cégben, azt a magabiztos erőt, azt a hátteret, amit István nekünk itthon biztosít. Because of his hard work, because of his dedicated work, now we can see the market in Europe is expand very fast. You remember one thing, one man to be remembered, that is Mr. Sun.